Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig végre folytatni fogjuk a Poppy Playtime Chapter 2-es végjátszásunkat. Ez már a negyedik rész, ha jól tudom. Szóval, hogyha az előző részek kimaradtak volna esetleg valakinek, akkor mindenféleképpen pótoljátok be. Emlékeim szerint ott hagytuk abba, hogy még mindig Mami Longlegs meg akar minket ölni, nem is kicsit, és sikeresen lenyitottam a vágis alaksorunkat, és most bizony meg fogjuk nézni, hogy mégis mi van ott. De még mielőtt belekezdenénk, SponziBlock! Ennek a videónak a támogatója World of Warships, innen is köszönöm szépen nekik a lehetőséget, már nem először dolgozok velük együtt közösen, személy szerint engem a játéknak a baromira életű grafikája nyűgözött le, hogyha esetleg valaki még nem hallott volna róla, akkor most nekik röviden ismertetem. Ez egy taktikai játék, ahol történelmi hajókkal csatázhatsz, méghozzá más játékosok ellen, tolhatod akár egyedül, vagy pedig a barátaiddal csapatban. Több mint 400 hajó van a játékban, és most egy hatalmas dílt hozott el nektek a bátyja, ugyanis, hogyha leírásban található linken keresztül regisztrálsz, akkor kapsz egy 25 euró értékű ajándékcsomagot, amely tartalmaz 2,5 millió kreditet, 200 dublonzt, 2 baromira komoly hajót, 7 nap prémiumot, illetve még 20 Restless Fire kamuflást. Nagyon fontos információ, hogy csupán azok a játékosok kapják meg az ajándékcsomagot, akik először regisztrálnak. Mindenféleképpen lessetek rá és próbáljátok ki ezt a játékot. Ott van a link lent a leírásban. Na de akkor be is töltöttem az utolsó checkpointunkat. Mégis mi ez a hely? Már nem azért, full olyan, minthogyha egy állatkertben lennénk kb. És mi lennénk bezárva állatként? Miért van vér a falon? Nagyon, de nagyon remélem, hogy ezekből a lyukakból nem fog semmilyen állat kijönni. Annyira beteg ez az egész, és onnan pedig lehet nézni szegény minket, akit szenvedni fog, de ez Mami Longlegsnek az egyik játéka lehet, gondolom én, amit kaptunk tőle, Cetlit, jaj, de megijesztesz! Azon ugye rajta volt, hogy 1 a 3-ból, akkor ez lesz most majd 2 a 3-ból, szóval ezután még gondolom, hogy majd lesz egy játék. Jaj, de besötétedett itt minden! Várjatok! Alig látok valamit. Valamelyik lyukban megjelenik Vagi? És nekünk így el kell kapnunk? Fú, de sötét, és ott van, ott van, ott van! Kajakra alig látok benne valamit. De várjatok már! Ő akkor Vagi! Tőle menekültünk a Chapter 1-ben, nem? Hát de akkor ezek szerint, amikor leesett, akkor nem halt meg. Most próbálni kéne figyelni a hangokra, ugyanis szerintem az sokat segíthet. Nem tudom, hogy ez az egész időre megy egyáltalán. Vagy pedig nem. Hol vagy, Vagi? Aztán értitek, az is lehetséges, hogy van egy csomó Vagi a játékban. Várjál már, mi ez a hang? De nézi, ne csináld! Ember! De megijesztettél te! Ne engedd őket közel hozzád! Na várjatok, most az lesz, hogy én leveszem egy kicsikét a softboxnak a fényét, ugyanis ilyen erős fényben, ilyen sötét dolgokat én nagyon, de nagyon nem látok. Mindjárt meghalunk megint, ugyanis nem állítottam le a játékot, na de várjatok még egy kicsikét, felveszem itt is a fényerőt, a biztonság kedvéért, ugyanis kajakra nem látok semmit, ugyanis annyira ki van vakítva a szemem, ott is van. Hát de haver! Miért nem tudtam elkapni az előbb? Szóval egy csomó különböző színű Vagi van most itt a játékban, és ezek folyamatosan egyre jobban kijönnek ezekből a csövekből,
És hogyha valamelyiket nem kapom el időben, akkor bizony rám fognak ugrani, és ezáltal... Hú, de ijesztő volt, meg fognak minket ijeszteni egy jumpscare-rel. Ne! Jó. Jók vagyunk. Figyeljünk mindenre, nincsen semmi probléma. Nehogy rám ugorjál, hallod? Figyeljünk, koncentráljunk. Nagyon, de nagyon remélem, hogy hamarosan véget fog érni ez az egész. És... sikeresen teljesíteni fogjuk. Hát csak nem fogom még egyszer elhibázni úgy, hogy rám ugorjon bármelyik is. Rendes már megint. Befeszülök ettől a játéktól, haver. Még egyszer, jó. Ajaj, ő már majdnem kiugrott. Ő is már készült a kiugrásra, de ne csináld már, hogy kajakra egyre több van. Tesó, de hogy kiugorj! Hú, te! Aki ezt kajak kitalálta. Olyan reflexek kellenek ide. Ne csináld, rendes félek amúgy. Tehát ez ennek az egész játéknak. Ne! A lényege... Ne! Melyik volt az? Hú! Meg vagyunk! Hát hogy ne lennénk meg? Megoldottuk. Na azt hitted, kedves Mami Longlegs, hogy meg fogok halni, mi? De hát azt mondja, hogy büszke ránk. Nem is kicsit. Na ismételten fog nekünk adni egy ilyen jegyzetet? Amit eddig adott? Vagy most kinyitott? Aha! Várjatok, most kinyitotta ezt, és így gondolom, hogy tovább tudunk haladni. Aha, nézzétek meg! Kaptunk tőle, nem ezt kaptuk most, hanem... ezt kaptuk most, ami ennek az egésznek már a második része. A következő játékunkban pedig gondolom meg fogjuk kapni a harmadikat, és akkor sikeresen össze fogjuk tudni rakni ezt az egészet. Mondja is, hogy sajnálatos módon már csak egyetlen egy játék van hátra. Mi? Sohasem túl késő, hogy meggondold magad. Mégis miért gondolnám meg magam? Mivel kapcsolatban? Nem adjuk fel mi sohasem. Kiszabadítjuk Poppyt, és megmentjük Mami Longlegs-től, meg remélhetőleg mi is ki fogunk jutni innen. Na várjatok csak oda! Én bele tudok kapaszkodni? Hát sajnálatos módon nem. Szóval akkor gondolom, hogy így kell tovább haladnunk gyalog. Na de most? Hát de most sem! Pedig az ilyenekbe bele kéne tudnom kapaszkodni. Ne csináljátok már, hogy ilyen brutál nehéz parkúros téma lesz! De ember! Ideges leszek, hogyha megint ilyen ügyességi játék lesz. Hát haver, itt sem tudok már lassan tovább haladni. De tudja, hogy azt ott el kéne kapnom? Hát mondtam én. Na várjatok. Most jó lesz. Fú, de még mennyire jó lesz? Most kéne belengenünk. Hogy nehogy visszaessek. Várjatok, megoldjuk. Hú. Azt hittem, hogy le fogok esni, de szerencsére nem. Hát eléggé veszélyes helyeken mászkálunk. Ahol gomb van, azt be kell nyomni. Szóval én be is nyomtam. Nyomd meg a gombot ahhoz, hogy megetessük őt cukorkával. Kérlek szépen, mondjátok azt, hogy egy ilyen para játékmacska nem fog hamarosan elénk rohanni. Ugyanis van egy ilyen érzésem, hogy én bizony megijednék tőle nem is kicsit. Mi volt az előbb egyébként ez a fura hang? Szerintem nagyon, de nagyon nem errefele kell tovább haladnunk, hanem majd lesz itt egy ilyen belső kis vasút, aminek segítségével át tudjuk törni azt. Na várjatok! Ott van egy kar, amit én nem tudok meghúzni! Ő Missy lesz? Itt van Missy!
tőled nem kell félnem, ugye? Ugyanis eléggé barátságosan nézel rám. Figyelj, Léci, húzd már meg azt a kart. Kérlek szépen. És ott is van! Hát Missy rendes segít nekünk, és jót akar számunkra. Erről van szó, hát így kell ezt csinálni. Nagy eséllyel akkor gondolom, hogy errefele kell tovább haladnunk, várjatok csak, nehogy bezáródjon ez. Ennyire felhúzódott, aminek köszönhetően be tudtunk ide jönni, aha, és itt meg tudjuk áramozni a kezünket, és akkor itt is van az a szerelvény, aminek köszönhetően be fogjuk tudni törni, gondolom, várjál, ez így nem jó. Ja, most már ezzel tudok áramozni, és akkor ezt is fel tudom nyitni. De ez így lezáródott, tesó. Várjál már, hogyha... ez így most probléma, ugyanis visszajöttem és bezártam saját magamat, ugye? Aha. Vagy ez így jó nekem? Nem jó nekem, szerintem ez ilyen nagyon, de nagyon B-terv, hogy ennek köszönhetően ki tudok innen jönni. Hú, nagy szerencse! Kezdjük előről, beáramozzuk ezt, be tudjuk áramozni ezt, és akkor ezzel be tudjuk áramozni ezt. A játék készítői szerencsére gondoltak arra, hogyha jövök én, és itt bénázni fogok. Fú, de nagyon logikázgatós lesz ez, már most érzem. Hogyan kéne itt tovább haladni, meg mi a célunk? Az itt a kérdés. Most nem zártam ki magamat teljesen, ugye? Hát figyelj, itt van egy kar. Én ezt meghúzom. És akkor ezzel sikeresen felnyitottam ezt. És akkor gondolom, hogy az a cél, hogy az összes ilyet fel tudjam nyitni. És akkor ezt el tudom húzni. Aha. Ha megoldjuk mi, Sherlock Robert elkezd itt logikázgatni, meg gondolkodni, és akkor bizony minden jó lesz, de eléggé aggaszt engem, hogy igazából nincsen már sehol ilyen zöld áramozós téma ezen kívül, vagy lehetséges, hogy ezt így itt elkapom, és akkor itt be fogok tudni menni, és akkor így tovább is tudok haladni. De hol van a kövi áramozós téma? Ja, itt. Így beáramoztam a kezemet, szuper. Most akkor pedig tovább tudtam haladni. Jó, ezt felhúzom. És húzzuk is tovább, és mennyire beteg, hogy rendes mozognak a szemei meg minden. Na, ebből most már láthatjuk, hogy jó úton vagyunk, ugyanis itt van egy kazetta, meg egy lejátszó, de még mielőtt megnéznénk, szerintem gondolkozzunk, hogy hogyan kéne tovább haladni. Hát vissza tudok én jönni, és ezzel be tudom áramozni a kezünket, amelynek köszönhetően... Jaj, de rossz helyre raktam ezt. Ki tudom ezt nyitni, és akkor most már innen is fogok tudni áramozni, és akkor ki tudom... Várjál már! Nem fogom tudni kinyitni, mivel ide már kettőt kell áramoznunk egyszerre? Fú, nagyon, de nagyon logikázgatós lesz ez, és van egy olyan érzésem, hogy rengeteget fogunk itt szívni. Na de akkor fel is veszem a kazettát, és be is teszem, nézzük is meg, hát hogyha valami kis tippet fog nekünk adni, 1991. március 21, ő pedig gondolom az egyik játékgyárban dolgozó alkalmazott, ő vajon valamelyik szinkron hangja lehet egy játéknak, ugyanis eléggé fura hangja van, mit ne mondjak. Nagyon, de nagyon felzaklatott. És mondja, hogy az egyik játék életre kelt? Biztos benne, hogy egyedül volt,
és nem egy személy volt ott, amitől megijedt. Nem ember volt. Lehetséges, hogy így derült ki, hogy a játékok életre kelnek, és bántani akarják az embereket. Egy szörny volt. Arra vagyok egyébként kíváncsi, hogy vajon a vezetőség ezt tudta-e, vagy pedig sem. Mert az is lehet, hogy a vezetőség direkt ilyen játékokat fejlesztett, és valami titkos, sötét érdekük volt. De szerintem ez az alkalmazott csak így hirtelen eltűnt ezek után, ugyanis kezdett rájönni, hogy mégis mi történik valójában ebben a játékgyárban. Hát elég érdekes kis kazetta volt ez, na de most akkor logikázgassunk is tovább, és próbáljunk tovább haladni, ezt arrébb húztam, ugyanis nagyon, de nagyon útban volt. Hol is van az áramozónk? Itt. Hogyha ezt beáramozom, akkor ennek köszönhetően... Várjál már! Hát így kell akkor! Csak gyorsnak kell lennünk, nagyon, de nagyon gyorsnak! Gyere, 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 gyere! Nem csapódik még le az ajtó, ugye? Hát persze, hogy nem is, akkor nagyon, de nagyon át tudtam húzni idáig. Sőt, ez nem is záródik le teljesen, és gondolom, hogy még innen szükségünk lesz áramozásra. Vagy nem lesz itt a közelben még ilyen cucli, aminek köszönhetően be tudjuk áramozni a kezünket. Nagyon, de nagyon jól ki van ez egyébként találva. És ötletes, hogy ennyire változatos ez a játék, és ezzel az áramozós kézzel egy rendes új mechanizmust behoztak a Chapter 2-be. Miért szólalt meg ez a para zene? Most lesz valami jumpscare mi? Na de, én le is húzom ezt ide. Várjál már! Beakadtuk ez ide, jó tesó? Így. És akkor ezzel be fogjuk tudni törni a fákat. Hát jól gondoltam akkor ezt, és így kell tovább haladnunk. Hát errefele én nem szeretnék menni, szóval jöjjünk is el ide oldalra. Ember! Hát itt mégis mi történt? Valamelyik játék furhatta ezt a lyukat? Valami a közelben van, és itt mozog. Ne legyen jumpscare, légy szíves. Na innen tudunk szerezni mi plusz kezeket, de mégsem, mivel nem tudom ezt kinyitni, de gondolom, hogy nem is lesz rá szükségünk. Na és akkor vissza fogunk most tudni térni ide, ahonnan lementünk, és most már akkor meg fogom tudni húzni az utolsó kart is, amivel kinyitom ezt, ami itt van. A vágis téma bezáródott, és el is érkeztünk az utolsó játékunkhoz, ami ezt a szobrok nevet kapta. Na de akkor szerintem itt is van a remek alkalom arra, hogy lezárjuk ezt a részünket. Várjatok! Megnézem, hogy ezt még el tudom egyáltalán húzni. De nem tudom elhúzni, haver. Szóval akkor nem is ez az utolsó? Vagy most fogunk tudni kis vasutozni? Na várjatok, nem fogok tudni aludni este, hogyha nem tudom meg, hogy itt mégis mit kell csinálni, szóval nézzük meg, hogy ezt le fogom tudni húzni. Hát nem. Itt akkor valamit ki kell találnunk, hogy sikeresen el tudjam húzni ezt a kart, vagy mi van akkor, hogyha másik irányba kell húzni. De nézzétek meg, erre se tudom elhúzni. Vagy lehetséges,
hogy be kell akasztanunk valahova, ami megtartja. Na várjatok, oda nem tudom beakasztani. Na de hogyha így feljövök, és mondjuk oda beakasztom így. Hát, így sem jön össze. Na várjál már! Kettő kézzel is el tudom kapni, és kettő kézzel pedig már sikeresen el tudtam húzni, és akkor le is fogunk tudni majd ide menni a következő részünkben. Remélem, hogy bejött nektek ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a főcsatornámmal együtt. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplay videóban. Addig is, szevasztok!